Sziasztok, Gabo vagyok az Ecohang Studioból, és vendégem Bedegi Roland. Sziasztok. Producertanfolyam.hu hát vezetője, tanára. És azt beszéltük meg Rolanda, hogy eljátsszuk azt a dolgot, ami mindig valós életben is így van, hogy kapok sávokat, és hogyan rendezném azt be egy projektbe a keveréshez. És megnézzük. Hány sávot küldtél? Hát egy jó 90 sávot hoztam el, ez egy régi projektem, úgyhogy ez egy csodálatos kihívás lesz, de szerintem pont azért lesz egy jó tanulság, hogy egy 90 sávot hogyan lehet akár rendszerezni. Így van. Hát lehet, hogy kitörnünk egy csomót, meg nem tudom, vagy lesz vágás a videóban, amikor a agyvérzés kerülget, de jó lesz. Igen. Szerintem. És ez milyen stílus, vagy mindegy most még. Hát ez ilyen trappes. Igen, de egyébként több mindegyben nem ilyen fogunk belehallgatni sokat, csak maximum annyit, hogy megnézzük majd, hogy mondjuk melyik sáv mono, melyik sztereó, meg ilyesmi. Így van, így van, megnézzük. Hát igen, inkább a rendszerezést lesz a igen, lényeg. Igen, igen, igen. Nos, az van, hogy itt van a szuper, ja igen, levegy vissza vagyunk közébe, így ott vagyunk. Igen, ez most itt beleférünk a képernyőbe. Itt vannak a mindjárt a sávjaink, most itt látjátok a titkos sávjaimat, de azért nem azok voltak. Teljesen rilség van. Itt van a kapott sávok. És hát az kéne, ugye, hogy nincs ugye, látom, hogy meg kell olyat csinálnunk, hogy vannak alulvonások valamiért, ugye? Na, akkor azt csináljuk ilyenkor, ugye, hogy tömeges valami átnevezésre ki kéne szedni belőle, ugye? Valahol. Még ez már egy nagyon sok éves projekt, úgyhogy így majd szíthatjuk önmagamnak a régényét egészen nyugodtan. Igen, tehát mit keresünk? Két alulvonás? Két alulvonás, mert ugye a FS-Studio-ban dolgoztam, és ott így volt a legegyszerűbb megoldani, hogy ne iszonyú hosszú neve legyen, hanem akkor csak egy alsóvonást tesz oda. És meg is csinálta. Na, úgyhogy, hát az a baj, hogy nem tudjuk, itt most ABC sorrendünk van, nem nevezte el a track szám szerint, akkor is, könnyebb lenne. Egyébként az FS-Studio az, hogyha rendszerezve van a mixer, akkor hogyha beállított dátumra, akkor egyébként az a rendszer alapján exportál, hogy sorrendbe raktad a mixered. Tehát amúgy van benne egyfajta rendszer, csak nem a név alapján, hanem a dátum igen, alapján. Igen, csak itt az a baj, hogy ez zipből van kinyerve, és ez tudja, hogy a becsomagolás dátumát nézi szerintem. Nézd meg! Vagy fogalmas is, mert van a különböző, de 2021 hetedik hó is, van a harmadik hó is, tehát ezért ez itt most nem működik. Érted? A várjál sem. Aha. Mert egyébként... Aha, itt valóban nem működik most. Igen, most vagyunk így ABC-ben mondjuk. Mindegy. Na, hát akkor az kéne... Nem baj, így legalább jobb kihívás. Igen, igen. Most akkor most így hányan be, hogy mi van? Ez így nagyon csúnya. De az kéne azért, hogy mégsem tegyük bajat, ami tudod, hogy... De nem tudunk nagyon... Most hát elkezdjük mazsolázni. Az a plusz kihívás, hogy nincsenek buszok, mert azokat direkt kitöröltem. Hát jó, az nem baj, csak azt akarom, hogy mondjuk én létrehozok olyat, hogy eleve elmegyük a projektet, az fontos egyébként, sosem hátrány, hogy azt szeretném, hogy dobtól indulunk, és akkor kirángatjuk a dob. Tehát, hogy nem akarom berántani, mint a 90-et van, akkor az úgy, fú, szerintem ilyes több. És akkor Kid, ez a címe a dalnak, Kid van. Összerak. Murphynek a dala. Na, egyébként, de még nincs publikálva. Kid összerak. Majd mindenkit be fogunk jelölni, amit lehet. Így van. Na, a snare nyilván dob, azt tudjuk. Hát van egy pár snare. Igen, itt van, de egyes valahol nincsen. Akkor nincs sima snare, de itt van a snare, vaj. Snare vibe. Segítsek az ütős hangszerrel is megtalálásában, ott van egy Tom 2. Jó, most akkor először berántjuk. Jó, csak a snare-eket. Okay. Na, a másik dolog, hogy defaultban én 48 kHz-en dolgozom, de ezek látva 44-1-es sávok. Így van. Tehát most ezt itt átállítom 44-re, de most ebben nem fog sok dolog következni. Pontosan, hogy fontos sem. Elbasztunk, csak mondom, őt most megzavarta. Micsoda? Nem csinál semmit. Ó. Nézd meg. Nem csinál semmit. De fagyott. Számol, csak ugye ezt nem kellett volna, hogy csinálnom. Ja, hát az igen, is. Igen, igen, igen. Jó, akkor most tapsol megint. Hopp, hopp, hopp. Most akkor onnan látszik, hogy onnan indultunk. Na. Na, tehát a projekt akkor 44-1-ben van, ugye? Így van. Volt egy kis anomália, azért volt egy szép vágás, mert 48-on dolgozom alapból is,
megsértődött a rögzítő szoftver, hogy átváltottuk, de nem baj. Tehát akkor próbáljuk most a perkusszív dolgokat összegyűjteni. Tehát akkor vannak nekünk a snare white, snare, egy úgy látszik nincs, vagy legalábbis név szerint. Könnyen lehet, hogy ez lehetséges. Hát azt kiszedte a producer, mondta nem elég jó. Oké, okay, ez tök jó. Tehát csinálunk egy dob. Csinálunk egy ilyen dob grupot. Ezt elmondod addig, Léci, hogy ha valakinek igen, esetleg új info, hogy miért számíthat, hogy hány hertzben dolgozik? Hát igazából ugye nem a minőségi dolog miatt van ez, hanem mindig az volt a cél, hogy azért dolgoztunk valamiben, mert hogy hova készül a termék. Hm. Hova készül. És ugye amikor volt a CD világ, addig 44.100 adta magát. De most, hogy már streaming van azért leginkább, és mindenhez készül valami videós tartalom, vagy kép, vagy valami vizuális. Így a videósoknál viszont a 48 kHz, ami alapértelmezett, és így most van átjárás egyből az. Tehát, hogy jobban 48 ebben a szempontból kevesebb probléma adódhat. Nem is a minőség miatt. Bár sokan mondják, jobbnak halljuk, tehát szerintem nem azon múlik. Voltak jó CD-k is, nem? De na, szóval... Szóval akkor most üzenet mindenkinek, hogy pasdál is delta. Hát nem, hát ha nem készül bele CD, akkor minek? Tehát akkor 48-on dolgozunk, és akkor átjárható, nem kell konvertálgatni. A konvertálásnál tudnak elveszni, tehát romlani minőség csak igazából mindig. Na, tehát vannak snare-jeink, ez nagyon jó. Akkor keressünk, nyilván vannak kickek, vagy nem tudom mik. Vagy nincsenek? Biztos, hogy van. AVC-ben. Van a kidek, az se rossz. Az más, ugye az a vokálhoz fog tartozni, igen, az összes kidnek. Akkor nem kidnek hívjuk, akkor itt mik azok, amik kid. De vannak ilyen kleppek, az is végül is... igaz? Van, de ezek szerint az egyesek azok eltűnték. Nem baj. De van drop klepp is. Na van jó. Drop kick is. Ja, mert az ABC-kel van problémám. Drop kick. Aha. Lep. Ott vannak a hi-hatek egyébként, egy kicsit lejjebb. Jó, mindjárt most itt elveszünk. Fizikailag jobb lenne előre tenni majd a kicket, meg ilyesmit nyilván. De ez nem gond. Tehát akkor jó az a klik. Kik. Beteszik az izében dobokba. Jó, és akkor ezek itt lesznek majd, mit tudom én. Itt benne vannak, nagyon jó. Szóval akkor csináltál egy, csak közben egy, akkor igen, fordítok, hogy van egy grup, és akkor ott jönnek az ütős hangszerek. Random szint, igen, és akkor itt megyünk tovább, tehát... Szerintem lesz majd még lábdob ezen felül is. Van big snare-ünk, az... Az valószínűleg a snare-hez tartozik. Az óriási big snare lesz. Itt lesz majd a... Úgy kínálja, hogy igen, nem így akartam. Most ez egy szoftverkezelői... videó is, hogy sikerül. Aha, ezek azok. Jó. Igen, itt egyébként most így magamra így utólag, hogy látom azért, hogy elég sok snare-t használtam egyszerre, úgyhogy ugye a léjérezés az... Itt vannak kikek, találtam kiket. Kik egy, kik kettő. Hogy ott ugye az volt a kérdéses, hogy akkor melyik snare. Hát nyilván most nem mixelünk. Nem. Ja, igen, az a baj, nem track-et húzok, hanem azért, jó. Tehát akkor ezek kickek, meg van a kick, meg a kick 2. Mi volt itt? Drop kick volt eddig. Jó. Jó, mert egyébként maga a dal az több stílusból állt össze, és ugye azért is van ennyi sáv, mert nagyon sok az effekt egyébként, de hogy így tudtam megoldani. Na. Igen. Akkor a klep 2-t behoztuk, nem tudjuk. Ilyenkor jönnek a problémák. De... Emlékszik valaki? Kicsit ott van a klep 2. Jó, csak találtam címbalmot. Címbalsz. Crash. Tehát az biztos, igen, hogy az jó lesz nekünk. Na most van a probléma. Mindegy, majd innen lecsalom. Érted? Igen. Meg a másik ugye, ez egy eladásra készült dal, és itt mindig tehát egy annyi mindent bele kellett tenni, hogy elérjük a végső hatást, amit tettünk volna, hogy ment elérni. Aha. Hogy a végén egy ilyen jó 90 sáv lett. Jó, de ebből az is sok effekt. Szerintem az 50% az legalább az effekt. Ja. Ami egyébként milyen szempontból elhanyagolható. Igen. Na, akkor valaki a hi-hatek, az biztos. Igen.
lehet loop, meg minden van itt. Kérem szépen. Jó. Tudom, mert mindig a perkusszív dolgok. Jó. Akkor, akkor nem úgy szoktad csinálni, hogy bedobálsz mindent, és akkor itt rendszer az a... Hát az az olyan tologató, jobb ha. Így szerintem, de így lehet, hogy ki fogunk hagyni, majd kiderül. Kiderül, hogy miért nem működik. De most még nem derül ki ilyenkor, csak a keverésnél. Igen, mert ott van egy ilyen kasmíros pak, az, az mind effekt egyébként. Igen. Nézzük még, ami dob lehet. Ami hát a Snerek volt. Zart a Tomok biztos. A Tom, tartani a Tom 2-t. Van egy orchestral hit, szerintem az is ütős hangszer jellegű. Aha. Hát, ja. Hát lehet, hogy a... De igen? Jó, majd megnézzük. Tippelek. Jó. Mint egy... A ütés hangszer. Fán sem emlékszik, mert... Igen, igen. Hát hiába, hát nem úgy volt, hogy most ezt én most bevizsgáltuk a dolgokat, hanem tényleg most így... Én például sosem láttam őket, és így ez nagyon jó. Nem is hallottam, és most nem is nagyon fogunk belehallgatni, mert az a másik stáció, amikor a keverést elkezded, hogy azért fölösleges, hogyha valami sztereóként van kiírva, hogy minek legyen sztereó. Na, akkor még azt mondod, hogy perkusszív lehet az orkesztra hit, meg mit tudom? Tippelek, de szerintem plusz, igen, plusz. Meg a perc az is. A perkusszív valószínűleg. Hol van ABC? Aha. Még mi lehet, amit nem tettünk be, vagy mondjuk fölülről? Az a kides az mind vokál. Igen, basszusok lesznek. Mixnál volt. Szerintem első körben ennyi. Valamennyi. Néhány az ütős hangszereink. Igen. Jó, akkor ezeket belátjuk. Azt mondjuk, hogy... De itt például van a Tom, az, az alig szólal meg, mint látjuk. Uh-huh. Hát az legalább három egyszer. De az fontos akkor, hogyha... Abszolút. Na, akkor legyünk ilyen basszus, a basszus irányába? Hát, hogy szoktad. Jó, de hát a basszus az, az valóban egy... Itt legyen. Akkor ezek lesznek a basszusok. Nagyon jó kis, azért nem csináltam még sajnos... hogy elkülönének, és akkor azt mondom, hogy ezek lesznek a basszusok, abban lesz egy pár biztos. Az biztos. Nekem úgyis amúgy is a hülyeségem, hogy szeretek léjerezni. Aha. De ezért is van sokszor sok sávon, mert hogy, mit tudom, basszusból hávan miért legalább... Bas. Igen, búbas? Búbész is. A, hát nem tudom, Brest például a részfúvós is inkább. Fúvos, az igen, fúvos, de hogy ez is inkább ilyen basszusos. Funkció van nyilván még. Drobbe, bass. Aha, az is. Van egy-két furcsa elnevezésünk. Mm-hmm. Jó, majd látjuk. Black bass kérdőjel. Jó. A név, név alapján. Igen, igen. 808. Az is valószínű, hogy... Igen. Egy basszusos. Jó. De a legjobb a videósáv, az biztos nagyon jó lehet. Igen, mert hogy oda kellett egy effekt, ami egy videóban tetszett meg a srácnak, ha. És abból szedtem ki egy gondolom. Effektet, úgyhogy ez egy effekt egyébként. Ja, ja, ja. De az egy fontos effekt volt. Hát biztos. Hát volt sokszor itt is, hogy hoztak egy hangsávot, mit tudom én, valami filmből, voltak felnőtt filmből kivett hangok, oh. És akkor azt kellett elhelyezni. Még el tudom kérdezni, hogy kéne egy felnőtt filmes film. Igen, de volt, hogy elhozták 30 perc, és akkor abból kéne kivágni. Ezek a legjobbak. Éjök egy gépemen maradt valamiért, de nem, igazából nem. Nem. Na, még mik lehetnek, amik? Sub-drop. Na, az is basszusos. Hát, igen. Az értelemszerűen egy sub. Igen, valami megijesztegetős. Jó. Jaj, nem újra. Akartam ezeket ennyire, de jaj, ki voltak jelölve? Hát persze. Ugye? Ki voltak jelölve? Ki hát persze. Yeah. Hogy kell nem kijelölni? Nem tudok kezelni szoktam. Azt nem tudom. Én buta vagyok, én ilyeket szoktam csinálni. Na, de tehát csak. Izé, sub, mi volt ez? Sub, drop. Nem, majd a kommentben megírják mi a persze. Gyors billentyű. Hát, igen, na és akkor... Jó, ez itt biztos izért be fogunk droppolni, és milyen jó lesz. De egyébként, ha megnézed, ez inkább effektint funkcionál.
Belehallgatunk egybe, hú, hogy van-e hangunk? Nem azt akartam, de ez tényleg basszus. Na, hol volt a izé? Hol volt a sub? Sub drop? Ah, ja, hát igen, ez tényleg valami izé lesz. És effekt. Nem, ez szép. Szép izé. Szép. Ja, csak egy effekt funkcionál egyébként. Igen, ez basszus rendesen. Jó. Akkor... Nem nagyon van. Van még? Nem nagyon. De vannak egyébként ilyen kicsit drum loop. Drum loop, valóban. Az is... aztán úgyis majd dobom, hogy kell majd játszani attól, hogy... Mm. Hát meg ugye az már szerintem nagy segítség, hogy önmagában a hangszercsoportokat hogyan rendszerezed, igen. hogy igen. a grupokon belül mit grupolsz. Igen, igen. Tehát most egyelőre ezeket ide bedobom a loopot. Tehát itt vannak ilyen kis loopjaink, hallgatunk tényleg. És tényleg, ez biztos sztereó. Jó. Akkor... Mik jönnek? Vannak ilyen fúvósok, azt mondtad, igen, van. Hát ami... Horn. Hát maga a hangszerelés az ugye inkább ilyen trappes, meg a maga a refrén az ilyen nagyon elektronikus. Inkább, hát ilyen bass house-nak mondanám. Aha. Tehát ott a plákok, az nagyon sok van, hogyha megnézed például. Igen. Az nagyon dominál a refrénben, meg a... Hát még szerintem az intróban is. Jó, akkor... Úgyhogy szerintem az lehet. Minek nevezzük őket? Nevezzük. Mit tudom, hogy legyenek a plákok. Hát mennyire szoktad szétszedni? Hát most mennyire lehet még ezt itt szétszedni? Tehát, hogy vannak, tudom, a fúvósok, akkor lesznek ezek a sweep gyerekek. Hát azok az effektek, ez tartozik mindegyik, igen. Hát igazából a szintetizátoros részleg van. Na, igen, a drop melody. Aha. A plákok. Jó, akkor legyenek a plákok. Viszonylag akusztikus hangszer azért kevés van. Igen, igen. Mert a brass is inkább ez a torz, tudod, ez a basszus jellegű. A perkuszió behúztok. Jó, akkor... shot, az is effekt vagy, izé? Szerintem az effekt. Aha. Jó. Na, akkor... Most fogunk elveszni. Na, tehát... Ezt szerintem akkor kezdjünk, nem? Vagy nem jó, hogyha ilyen fűhangszerekkel kezdesz, ami... De, mindenképpen. Mert azt szerintem ezek a plákok, a drop melodáj. Jó, kapcsoljuk a dolgot. Basszus behúztuk, nem? Behúztuk a basszust. Azt szerintem behúztuk valószínű. A ismerésre. Behúztuk, ott van. Ott ja. Van. Ott van. Meg kell nézni a sávot. Igen. Ezek a plákok, akkor azokat egybe belállítjuk. Nincs sose egyes. Ugye? Sőt, hát gondolom, mivel hogy ugyanazt a töltik be, inkább begrupolod? Igen, grupa? Igen, most azt is begyűjtöm, aztán utána kell szétszedni, sőt biztos, hogy kell, de legalább legyenek egyszínűek. Aha, mert itt például van olyan plákka, hogy most így nézem, hogy a dal elején van, meg a, viszont megszólal a dropban a legvégén. Igen, azután mondom, lehet, hogy az a refrénben van, az nem tudom, miben van, tehát az lehet külön kezelni, csak most az egy ívású gyerekeket. Jó, kicsit így szétszedés jobban. Na, mi van? Akkor vannak a... Kik vannak? Vannak ezek a fúvós gyerekek, nem? Vagy miket tegyünk? Volt egy brass. Igen. Volt... volt még valami. A knife az effekt egyébként. Nem, volt valami másik hangszer. Van egy horn, az is hasonló. Igen. Volt a horn. Volt fent a brass. Na, már csak látnék. Ott volt. Ha most brass itt. Brass kell, aha. Nem, az bass. Az bass, hát a bass lejjebb van egy kicsit. Itt a brass. Ja, és egyébként most is majd van a bass. Oh, yeah? Igen, azt is észrevettük. Na, akkor igen, azt ne felejtsük, akkor ezek lesznek egyelőre a fúvosaink. Mondjuk így. Mindegy. De, aha, és... Jó, ezek viszonylag sok funkciót betöltenek, ahogy nézem. Igen. Úgyhogy... akkor már megérte. Jó, és akkor... Ne felejtsük el, hogy volt nekünk ott a... A build-up. Build-up base. Uh-huh. Abban is kettő. Jó. Ide gyártunk helyet. Jó, most beállítjuk. Jól van. Jól csináltam. Uh-huh. Nem.
Nem, mert berántottam a horn, ki volt jelölve az azért. Ja, a horn is ott van. Aha. Horn Gyula. Akkor nem volt benne a Brass. De minden benne volt biztos. Nem, azt lehet, hogy Brass, azt külön hoztam be. Az nincs. Jó. Jó. Hát hiába ez a... Igen. Na, ezért nem szabad sok sávval dolgozni, srácok, és akkor így nincs ennyi agyalás. 4, 5, 6, 8 sáv, és akkor átlátható. Igen. Jó. Hát az úgy még elég rövid videó lett volna, igen, hogyha igen, de nem baj. Hozzuk. Na, és akkor vannak szintik például? Hát vagy biztos van. Nem van, itt van például Aden szint. Aha. Akkor még mik lehetnek? Nincs más? Hát most a chop, az mondjuk kiegészítő hangszerként funkcionál, aha, szerintem a refrénben. Hát volt egy melodáj, egy drop melodáj, egy kicsit följebb, szerintem az is szintetizátoros. Bárcsak látnék, ott itt van. Aha. Aha. Már olyan kettőnk van, az nem semmi. Azt hittem, hogy több van, mert amúgy szerintem a plákok tartoznak ugye a szintjükhez. Ja, ja, igen, elsősorban. Igen, igen. Jó, nem baj. Várjál, ott van. Szint, de az effekt. Az effekt, aha. Hát akkor, jó, meg egy... a white noise-ok, de az meg ilyen effektív. Az is effekt végül is. Jó, hát nem baj, akkor ez az inkább tudod a magasáért talba, hogy legyen egy kis teteje. Ja. Jó, akkor ezek lesznek a szintig ilyen szépen beírt. Igen, az az Aiden, az egyetlen egyszer. Nem, háromszor. Háromszor. Szépen oldalra van ide. Bal oldalra be van téve. Jó. És itt van egy markerünk, hogy drop. Az benne van, az beírta a vabba. Na. Az FL vagy nem tudom ki. Látod? Jó kérdés. Ott van. Kérdés. És mi a tempó? Most több mindegy most is. Tempó? Hát mit tudom én, nem tudom. Tempó egy dolog. Nem tudom. Megállapítja, aki keveri. Így van. Na. Milyen szép színek. Na és akkor így van. Igen, ezt izélet csináltad. De jó. Igen. Nagyon jó. A drop mind ott van. Nagyon jó. Na, oké. Okay. Hát akkor... Jól láttam, 21-et írt, de annál szerintem régebbi ez a projekt. Ez szerintem 19-es. Az iperés. Az iperés. Na, akkor azt mondja, hogy... Ezt kiszedjük. Igen. Most vannak akkor a... Biztos, hát a vokál, ami nyilván igen, fontos, igen, az mind a kid. Mind a kid gyerekek. Meg... Hát nem tudom, például a chop, mert azt szerintem vokál chopként van. Aha, ugye, de hogy ezt oda tennéd például, vagy ezt külön kezelnéd? Hát lehet, hogy a vokálba, igen. Mert hogy nem a vokálban van a chop, hanem az egy, nem tudom, szerintem egy random vokál. Aha. Jó, akkor az majd a random vokálba. Na, akkor először a kideket. És akkor már mégis egész sok sávot behúzunk. Csak a 40. Ez 40 most? Effekt lesz majd, nem? Csak ami még biztos, hogy nem volt. Hát pontosan nem tudjuk, mert most le kell vonni ezeket, de azért már haladunk itt, most már 50 valahánynál vagyunk. Na, nem is tűnik olyan sok. És akkor ugyan a sok effekt ott meg már meg is van. Így van. Ja, nem. Nem sok. Igen, és itt van 2-3 csalóka a sáv, alulról a harmadik majd. Ja, az ami például olyan, mint hogyha nem is lenne. Az már a gain staging témaköre, igen, hogy vannak itt olyan sávok, amik ugye nagyon forróak, tehát nagyon ki vannak normalizálva például, vagy igen, tehát nézzük a melódit például. Ez ezeket hangos. Mindig érdemes majd lehalkítani a keverésnél, de most még jó, azt ha látjuk. Igen. De hogy nem nagyító, ezek tényleg ilyen erősen erős sávok. Látom a rap meg minden, majd szét kell ezt majd. Igen, mert... Na, és akkor... Még külön szednéd, hogy a fő, hát, meg a mellék. Hát, hogy van, nem is tudom, hogy milyen a dal, nem tudjuk, de hogy itt van, hát a rap, meg van énekelés is, meg ilyesmi. Van. Na azért az biztos, hát az biztos, hogy külön kell szedni, meg akkor a vokálokat, itt van a background vokálok, itt vannak, de tényleg. Például csak random. Miért nem? Az is biztos, hogy mono, de legalább sztereóban kiírtuk, és itt többet foglal, ugye? Erre jó, nagyon jó egy olyan, használni egy olyan dolgot, amit úgy hívnak, hogy goniométer. És akkor azt így rádolni, mint a masterre, lehet ez kisebben is, és ugye ez azért jó, mert tisztelt 70-esek dizájn, hogy elmosodott. Zsemi. De hogy csak így belehallgatsz, és akkor itt a bármelyik sávba, és akkor látod, hogy mi van. Most ez jó hangos lesz. Ez látszik, hogy tök mono. Hát ez mono. Ja, ja.
de mégis sztereóban érkezett, ugye? Tehát ez, és erre hívom föl a figyelmet, hogy fölösleges súly, de hát ez már az exportálásnál... Mondd meg! Ne, ezen van valami. Mondd meg, miért nem? Tehát ezen van egy kis vastagító valami trükk. Ezt szerintem így vették fel a... Mert ugye ez a monó, ez a szép monó. De itt meg ugye az van, hogy itt vastagság van. Tehát, hogy... Ó, behallgattam az elém egy pillanat, ó, de jó volt. Na, oké, akkor ezek a... És akkor rengeteg... Tudti, hogy FX-eket még biztos, hogy nem. Nagy részét. Nem, csak az FX-ek lesznek meg ezek a... Hát volt az a két csop, ja, igen. Amit láttunk. Csopit nem húztuk még be. Szerintem azt nem. Oké. Szóval csináljunk csopit. Hát valahol a vokálok. Igen, van, igen. Nem? Jó. Tegyük a be a vokálba. Mondjuk én lusta szoktam lenni, akkor simán csak bedobom a vokálsávokhoz. Ja, és aztán... Mondjuk nem, most már én sem emlékszem egyébként, hogy milyen funkciót tölt be ez a vokál. Tudod, hogy ja, ja, ja. Lehet, hogy effekt egyébként. Ez mindjárt kiderül a sávból. Hát valamit megerősít egyébként szerintem. Tehát ja, ja. A kettes csop egy... csak egyetlen egyszer szólal. Igen, meg. Igen, igen. És akkor hol volt nekünk az egyesünk? Hát az valószínűleg nem volt. Nem volt, jó van. Akkor jó. Jó. Amikor én rendszereztem ezt a dolgot, akkor én is elvesztem benne egy kicsit. Ja, 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 ja. Jó, hát most már azért alakulunk, hát látjátok, milyen szépek itt a sávok. Na, nagyon jó. Alakulunk, és akkor lesz egy FX-ük, az biztos. Ugye? Hát ott lesz egy jó pár effekt. Igen, megnagyítjuk, nagyon jó. Na, FX, és itt is azokat is egyébként érdemes majd utána szétszerni. Tehát azért látjátok, hogy azért nem olyan egy perc így csak maga a sávokat így behúzigálni, és utána meg kell ismerkedni, hogy egyáltalán mit kell vele csinálni. Tehát egy keverés az biztos, hogy nem ezért 20 perc, ez van a nagy valószínűséggel így van. Jó, ez így jó nekünk, behúzzuk őket ide. Hát igen, hogyha nem ismered a dalt, gondolom az 20 perc, hogy a zenét hallgatod. Persze, legalább. Ugye kell csinálni, hogyha nem, küld a, ha nem küldenek el egy ő általuk készített valami X-et, egy nyerset, amit ők összetoltak, akkor ezt kell összetolnod, úgyhogy meg tud hallgatni. És legyen képed róla. És persze ez már másik kérdés, hogy mixnél jó, hogyha küldenek valamit. Persze. Ők összeraktak, hogy tudjam, hogy mégis merre akarnak ők, mi legyen hangsúlyos. Hát így van, és sőt, hát talán itt már egy ekkora projektnél azért gondolom kellene azért valaki, aki azért kicsit fogja a kezet, hogy mi legyen hangos, mert hogy annyira persze, sok a háttér hangszer. Persze, ellenben nagyon sok irányba. Igen. Szerintem csak azért legyen hangos, érted? A videó, szerintem az arra kell építeni a dalt. Például, na. Ezt mondjuk meghallgathatnánk, kíváncsi. Igen, az, de tényleg azt mondjuk meg kell tenni, az is effekt nyilván, nem? Vagy nem az, tudom, az, jó. Az. Na, ezek mind effektek? Vagy wobble? A wobble az nem biztos. Az nem biztos, hogy effekt. De nem tudom megmondani pontosan. Mindegy, behúzzuk, aztán meglátjuk. Na, ezek ilyen tuti, ugye? Igen, a white noise, van, a egy white noise kimaradt. És az izé az a az is szerintem, de majd megnézzük. A szint FX. Az is sweep up. Jó. Igen, azt szerintem a shot is. Ja, igen. Shot. Ami a Schwarzner meg a Schwarzfield szerintem nem tettük be. Aha, jó, akkor azt mindjárt, igen, akkor S betűnél. Hát, megdorgálnám azért a múltbeli énemet, hogy ezt azért lehetett volna jobban rendszerezni. Nem baj. Na, tehát akkor volt nekünk a short feel. Valószínűleg az azért... Szerintem mind a kettő hangszer. Perkusszív dolog lesz. Jó, akkor betesszük mondjuk ide. És akkor már még több sávunk. Mondjuk, ugye ezeket a sávokat most a mixing kihívásunknál játsszuk, úgyhogy amúgy szerintem ennél volt egy rendszerezettebb és egy normális. Kedvesen voltál. Csak hogy gondoltam, ez kihívás szempontjából sokkal tanulságosabb azoknak, akik ebben részt vesznek. Persze. Mert ebből lehet tanulni. Igen, igen. Na, akkor itt voltunk. Igen, ezeket behúztuk.
Hát a short filmnél maradtunk le, és akkor az Orchestral, Impact, a Stick, lehet egyébként a Hit is, de azt már ugye betettük. Azt nem hoztuk be, de ezeket még nem. A Medium Sweep, az összes Kashmir. Igen. A Knife is lehet. A Knife is az. Ott van még valami FX, Escape-es. Menekülés, meg ez a... Az is, Exhaust. Don't Filter 3, meg az 1, ugye 2 az nincs. Igen. Ott van még egy... Boom FX. Igen, meg egyen lejjebb is lesz, még ott a Don't Filter fölött, Crowd Effects. Aha. Valószínű. Valószínű kb. Ennyi, hirtelen. Ja. Azt a Cymatic... Csak 18 darab, igen. Hát meg az előbb még volt, vagy igen, meg, igen, nem, igen. Csak egy kérdezem, hogy Cymatic, vagy Cymatic, ja, az betettük amúgy? Nem. Mert az szerintem nem. Percussív. Mert hát... Nem tettük be, de mindjárt kiderül. Egyébként a Reason, hogyha már megvan az a sáv, gondolom, nem? Ja, nem szól. Na, így miért is szólna? Reaper, csak mondom, Reaper, tehát a Reaper dolgozunk, nem szól. Hát bemásolhatod bármikor. Azért is kér, nyilván nem lenne logikus, hogy szólna, mert hát nem zavarja. Ő nem tudja, mit akarsz veled csinálni. Igen, az nagyon nagy zile lenne. Napot utáni munka lenne, hogy mondaná, hogy nem lehet kétszer. Hát igen. Megmondhatnám neki, hogy most úgy működj, mint egy producer, és akkor... Igen. Jó. A szín az ilyenkor mindig tök random. Igen. Hm. Hát később van, kalkítom, hogy milyen... De van saját színkódolásod? Nincsen fix, hanem a hangulathoz, és akkor utána... Most kirajzolta szépen, látszik itt is, hogy vannak hangosak, halkak. Itt például elvileg ugye nem látunk semmit, itt a Medium Sweep-ben, de biztos van. De ott van. Látod? De meg kell emelni egy 20 dB-t, hogy lássuk. Tehát itt a gain staging az egy másik kérdés lesz. Hát igen, a mix. Aki ezt keveri, hogy milyen hangos, ugye, mert őt jól látjuk, meg ezeket. Itt van egy-két eltűnt, de most nem, ez például még egy olyan, ami... White noise. Ami jobb, hogyha több van. Nyakkendő. Nagyon szép. És a túl hangos, ezek a upfilterek. Hát ja, azoknak nem kellett hangosnak lenni. Jó, igen. Meg lehet, hogy eleve ugye halkak voltak, nem tudom. Igen. De azért legyen egy normális. Mert hogy ezek alapvetően azért nyers sávok. Igen. De az van, hogy ahogy ki... Most van két dolog lehet, hogy úgy írtad ki, ugye, hogy meg volt egy mixer, úgymond, vagy egy arány, és utána, ahogy a féderállás volt, úgy írtad ki. Szerintem, alkohol, én úgy emlékszem, hogy ezek a sávok teljesen nyersen, tehát, hogy az a... Nullán volt a féder? A gén is minden nullán volt. Hát akkor tényleg nagyon halk, mert ezek is például itt van egy két elvezett előtt. És ezek ugye meg a stúdióban lettek felvéve, tehát, hogy... Igen, hát azért ezek meg ízlik ilyen vokál, vagy nem tudom. Aha, vagy kiegészítő ilyesmi, hangok. Ó, ez nem. Ez effekt. Ó. Majd kiszedjük. Ezek mind ilyenek. Aha. Jó. De az már nem az én munkám volt. Ja, mindegy. Igen, szóval ezek inkább effektek lesznek. Hoppá, inkább ezek effektek lesznek. Mindjárt behallgatom, addig lehallgatok mindent, hogy ne hírtson le a cucc. De elvileg most járunk itt 96 sávnál, levonod belőle a grupokat. Hát akkor jók vagyunk. Akkor kb. Jó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Akkor elmenek egy sáv. Egy sávot nem tettünk be. Én szerintem ezt engedjük el. Szerintem is, ne keressük meg. De még annyi... Nem az izé volt a Cymatic Percussion? Vagy mi volt az? Ez? De lehet. Nem tudom. De lehet. Oh. Percussziva nem tettük be a Cinematicot? Aha, az lesz. Na. Na, hát hiába. Hát azért a memória az memória. 90 sávból is. Így már valóban 97 is azt mondtad, hogy 7 grupunk és 7 grup, úgyhogy ez nagyszerű. Na. Itt is látszik, hogy lesz 180 fájlunk, mert hogy legyártott a 90 WAV-hoz 90 ilyen hullámforma emlékeztetőt. Nagyon jó. És akkor most mókából visszahúzok mindent. Legalább a... Jó, most ilyen bután minden nullán van, ugye? Mennyit szoktál hatot? Hát most csak azért, hogy ne klippeljen be a... Leszabályoz nekem van állítva, hogy
Csak belehallgatunk. Aha. Ott már volt autótyúl, hallom, jó van. Hoppá. Mindjárt felhúzom. Csak is halljuk, hogy mi ez. Á, itt van a felhúzások. Van itt minden. Aha. Menő. És akkor itt izé... Jár és... Teljesen jó. Itt osztja. Jó. Úgyhogy azért vannak itt dolgok. Halljuk most, csak aránytalan az egész. Hát egy kicsit. Aránytalan, de hogy... Igen, és itt, hát, itt kezdődik a munka a keverésnél, hogy a game staging, és akkor még további szétszerések, hogy kiket érdemes együtt kezelni. Még több. Aha. Simán, hát ugye azért sok közé snare van, kick, mindenféle. Ezeket még érdemes nem egy klubban kezelni valószínűleg. Úgyhogy azért ebben van meló. Tehát, hogy mennyi időt adtál a srácoknak? Hát egy hónapjuk van a kikeverésére. Na, hát azért az jó. Úgyhogy akkor... esetleg nézitek ezt a videót, akik igen. játszanak, vagy akik játszanának, akkor itt van egy kis segítség, hogy a rendszerezést hogyan kezdjétek el. Igen. Meghallgatjuk a videót. Tényleg a videót, be se tettük. Ott van a betettük. Fölülről a, nem tudom, ötödik kávé. Ja, ez a videó. Hogy ez mi az? egyszer szól. Egyszer. Úgyhogy hallgatom, hogy lehet. LOL! És ez egy videóban volt kiszedve. Ez egy videóban. Hát azt meg. Ott hallottam, ott valami. Én itt az volt az instrukció, hogy ez az effekt kell. Tudod, és akkor megpróbáltam újra kreálni, de hát nem de... pont így szól. Alattam olyan emberi helyzé van, nem? Van valami, igen. Ott valaki röhög, vagy nem tudom. Vagy ne, valami, az valami a videóból valami effekt van. Hát mindegy, de hogy jaj, valami de ez eltűnik konkrét filmé valamiből volt, hogy ebből kell az. Szerintem valami reklámból volt. 12. másodpercnél, aha. Tök jó. Na, hát ez nagyon csodálatos gyerekek, hát igen, ez nem egy punk trió sármennyiség, de kőkemény. Azt mondom, hogy hajrá gyerekek, tehát, hogy hónaphoz kell hozzá, tényleg az jó. Sok hát, igen. Igen, és akkor még a rendszerezés, mármint érzem belül. Szerinted most így ránézés egyébként hány grúbot lenne, hogyha tudnál hát, tippelni, még ezen felül? Hát ugye itt mi lesznek ilyen dobon belül, nyilván vannak kickek, snare-ek, most cín az nem sok van, de lábcímből is van jó sok, tehát hát azt, van is, azt is szét lehet szedni, persze. Tamasz csak egy, de vagy ez a perkusszív, ez például, ez is ilyen cínszerű lehet, nem? Nem biztos? Nem, azért inkább perka, az ilyen izé. Ja, hát igen. Tehát itt a dobon belül biztos lesz, hogy 4, biztos. A basszuson belül is. Tehát azért nem mindegyik egyívású, meg, hát, meg biztos, hogy kell. Aztán ugye a layer, azért van ennyi, mert gondolom, hogy ebből állt össze neked egy valami hangzás. Igen, de ugye aki igen. keveri, simán azt gondolhatja, hogy hát nekem elég az a kettő, most mondtam valamit. Hát sokszor azért a mute gomb az nagyon jó dolog, tehát hogy nem biztos, hogy kell annyi, tehát ez nem biztos, hogy így van. Hogy hát meg az arányok miatt ugye nem biztos, mert hogy valószínűleg olyan basszust használtam, ami csak egy pici szint ad az. Igen, de lehet, hogy ő meg azt megcsinálja, lehet, hogy máshogy ekuzza, vagy nem tudom, és akkor úgy jut el oda. De igen, igen. De ugyanúgy szerintem a... Hát most itt a snare-eknél is valószínűleg ez van egyébként, igen. Hogy például lehet kukázni bőven. Igen, mert oké, hogy a hi-hat az close, meg ugye, nyitott, meg izé zárt, az oké, de van itt minden. Hát meg a hi-hatnél lehet ugye ritmusban mást játszani, de a snare az nem valószínű, hogy fog mást játszani. Meg loop is van. Ebben a kontextusban. Ja, úgyhogy ezeket biztos, hogy még kell szép húzni. És akkor nem beszéltem arról, hogy nyilván nem lehet megúszni majd az automatizálás sem, illetve hogyha akar sokat megúszni, akkor még kell kezdeni egy csomó sávot. Hogy így pakolgass mondjuk, hogy mit tudom, a Versaknál ez van, ott ez van, így, és akkor hogy más legyen a hatás. Hát igen, és akkor ugye még lesznek itt modulátoros effektek is, amiket érdemes használni a keverésnél, tehát itt azért sok sáv van. De ezért jó egy ilyen billentyű kombináció, hogy így összejön, és akkor egy kicsit megnyugszol, hogy ó, csak ennyi van, ennyi grup van. De igazából sajnos ez brutál, tehát hogy persze, hát ez... Igen, de
ez tényleg kell egy idő, hogy átlásd, és akkor utána induljon a koncepció. Plusz az, hogy ugye egy nyers mixet összelőjél, hogy ahhoz képest hova akarsz eljutni, mi az arány, minden. Hát igen, szép játék. Remélem, hát igen, és egyébként az a nehéz, akik játszanak ilyen szempontból, hogy ők nem kapnak ugye semmilyen támpontot, viszont pont ez a szépség az egészben, hogy ki mit fog belehallani. Ja, igen. Tehát itt nincsen se referenciasáv, se alkotó nem csinált egy saját verziót. Nem, nincs fent a neten. Igen, de ez tök jó, mert biztos, hogy nagyon különböző el fognak kijönni. Tehát ki hova helyezi a hangsúlyt. Igen. Ez az érdekes lesz. Tök izgi. Hát nyilván mindig van azért egy kiinduló pont, hogy a bokát az valószínűleg nem fogja más elnyomni. Jó, mert egy szinti. De igen, mert hogy itt annyi sáv van, hogy itt nagyon sok döntés van, ami különbözhet. Biztos. Mondjuk egy 10 sávnál ott azért nehezebb más csinálni. Igen, de még most is lehet, ja. Mennyire vállalnál be egy olyan videót, hogy ezt megmixeled? Nagyon jó! Hát nem tudom, hosszú lesz. Tehát azért most írják hosszú. A kommentben, hogy jó. Igen, én gondolkodtam rajta, hogy valahogy vele kéne tenni. Mikor határidő az, mikor? Hát az május 27 jó, az vagy 17, nem tudom, jó, a május jó. Közepe vége fele van. Az jó, hogyha nem holnap utára kell. Hát figyelj, lehet, hogy csinálok egy verziót. Azt nem... Igen, most így megmutatom, hogy csinálom a szenvedés végét, mert most ez tényleg itt szerintem sok agyvérzés lesz, mire összeáll. De olyat igen, hogy ha megcsinálunk egy verziót, akkor megmutatom, hogy lehetne minden, azt nyilván, az igen. És azt, hogy mi lesz, az hosszú videó lenne, azt nem szeretnétek. Nagyon sok. Igen, de hogy hogyha megcsinálom, akkor benevezek a játékra. Vagy az is lehet, akár hogyha a játékosok közül, hogyha lehet tényleg tök jó, akkor mondjuk azt megmutatni, hogy ő hogyan csinálta, és mi volt a logikája. Bár én, hogyha mondjuk néző lennék, akkor biztos arra lennék kíváncsi, hogy te hogy csinálod. De nem, én a nyertes, aki lesz, vagy nem tudom, valaki, aki sem tökre megetné ezzel a projektjét, hogy mondjon neki, hogy megvan, ha laptopon csinálja esetleg, vagy nem tudom, meg tudja laptopon hozni, akkor azt simán, hogy behozná ide, fölmegyünk, USB-n csatlakozunk, és akkor megmutatná, hogy ő mit, hogy csinált, simán azt is meg lehetne csinálni. Jó, szuper. Hát ezt kommentben majd írjátok akkor. Így meg, van, hogy... írjátok meg. Meg hát nyilván a kérdéseket is, hogy van-e bármi a projekttel kapcsolatban, vagy amit most bemutattunk. Kemény. Az a lényeg, hogy máskor úgy nevezétek el, hogyha megvolt az dal, hogy sorszámonként, tehát hogy azt szokták egyébként, hogy nagyon lelkismeretes arcok, az nagyon durva, hogy úgy küldik el, hogy a track elébe van téve, hogy 1, 2, 3, 4, 28, 48, és akkor úgy berendezett, behozod, és akkor megvan már a szerkezet. Ez hát jó, akkor milyen unalmas lett volna. Hát jó, igen, ugye akkor van, hogyha mondjuk felveszel még egy dalt a zenekarnak, és akkor ott is van 70 sáv, akkor nem ABC-ben küldöd el nekik nyilván, hanem akkor track szám sorában, és akkor ahogy berántja, akkor látja, hogy van szerkezet. Igen. Dobó, basszus, szintik minden. És akkor az könnyebb, mint hogy most így keresgéljen, hogy mi. Úgyhogy ez csak ennyi. De most ez így jó volt, mert azért... Hát a nehezebbet mutattuk, és akkor utána okosabban csinálja mindenki. Ennél legalábbis így mindenki van. Okosabban. Így van. Hát ennél nem nehezebb okosabban, értem, most bénáztunk itt a fájkezelő minden, de jó lesz. Reméljük fel, hogy is vette, és látjátok az adást, akkor sikerült. Ha nem, akkor meg sajnos az nem sikerült. Na. Nem tudjátok meg, hogy... Igen. Na, úgyhogy mit üzensz még a... Semmi, bármi kérdés van, bármi hozzátűzés van, miről csináljunk videót, az jöhet a kommentekbe. Jó. Nem mintha számítanám, amit írtok, de hogy azért persze írjátok meg. Jól van. Na, hát én részem akkor ennyi, elköszönök. Köszi, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok, hello. Sziasztok. Hello.